Új közkincsel gazdagodott Apát falva. Tegnap avatták fel Petőfi Sándor nemzetünk nagy költőjének forradalmárának szobrát a faluház előtt. A szobor megtévesztően hasonlít a makói Petőfi Parkban elhelyezett szobrorra, mely nem véletlen, hiszen Apát falva a makói önkormányzattól kapta kölcsön a szobrot. Molnár László makói képviselő, aki eredetileg Apát falva születte, vetette fel azt nekem először, hogy ez a bizonyos Petőfi szobor, ami eredetileg Makón a Petőfi Parkban állt, most a múzeum van, és talán méltó helyet lehetne keresni itt Apát falván, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó gondolat volt, hiszen Petőfi természetesen, én úgy gondolom, hogy nem kell senkinek Magyarországon bemutatni, egyrészt a magyar költészetnek az egyik legkiemelkedőbb alakja, de másodszorban egy forradalmár. És én úgy gondoltam, hogy mivel Apát falván még olyan köztéri szobor, olyan köztéri műalkotás nincsen, ami egy költőnek, egy embernek, egy példaképnek állít emléket, ezért, ha már erre van lehetőség, akkor használjuk ki. A makói önkormányzat ezt kölcsön adta Apát falvának, mi felújítottuk, illetve talapzatot készítettünk hozzá, és így az iskola mellett szerintem nagyon méltó helyen, nagyon jó helyen lehet, hiszen a fiatalok nap mint nap szinte eljönnek mellette, és hát remélem, hogy nem csak példakép, hanem találkozási pont is lesz az Apát falu. A faluban ez az első köztéri szobrok egyike, de elképzelhető, hogy a jövőben további szobrokkal gazdagodik Apát falva községe. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon van ennek, hogy mondjam, létjogosultsága Apát falván. Valóban mi nekünk még olyan sok köztéri alkotásunk nincsen. Van elég tér, van elég hely itt Apát falván ahhoz, hogy akár más történelmi vagy apátfai személyességeknek is állítsunk emléket. Az avatási ünnepségen Apát falva iskolásai és a pódium színpad tagjai léptek fel, valamint közreműködött a Makói Általános Iskola fúvózenekarának utánpótlás együttese. Az ünnepség gyertyagyújtással, valamint az aradi vértanúkra való emlékezéssel zárult.